A tervezetnél jóval nagyobb arányban teljesültek a helyi adóbevételek, ez derült ki a 2018-es adatok összesítéséből. Közel 2,3 milliárd forint a 2017-eshez képest 18,3%-kal több adó folyt be. Kiemelt bevételt jelent a helyi iparűzési adó, ez esetben 21,6%-kal több pénz folyt be a város kasszájába. Köszönet a város adófizetőit, gazdasági társaságait, tehát összességében az adófizetőpolgárokat mert ezekből a bevételekből tudjuk az önkormányzatnak a, a vállalt feladatait, működtetését, illetve fejlesztési kiadásait finanszírozni és teljesíteni. Most pedig újabb határidő közelek március 15-ig kell teljesíteni, legalábbis eddig lehet pótlékmentesen az első fél éves befizetéseket. A magánszemélyek számára 16.300 értesítést és csekket adott át a postának kézbesítésre az adócsoport. A gazdálkodó szervezetek pedig a 2018 Január 1-én életbe lépett jogszabályok szerint elektronikus úton kapták meg fizetési értesítésüket. Az értesítések kimentek, az adott vállalkozónak tudni kell, hogy adó nemenként, tehát milyen fizetési kötelezettsége van. Ha valami problémája van, állunk rendelkezésre, várjuk a vállalkozóinkat, ugyanúgy persze a magánszemélyeket is, és egyeztetés eredményeként, tehát szélba juthatunk, és befizetések kerülhet a. Az adott adóbevétel. Ha valaki nem fizeti be az adott adót, az adócsoport levélben értesíti majd az elmaradásról. Az általános azonban inkább az, hogy maguk az adózók keresik fel az adócsoportot, és az értesítést meg sem várva rendezik elmaradásukat vagy hiányukat. Az első fél évi adókat tehát március 15-ig lehet befizetni. Az adó késedelmes megfizetése esetén pótlékot számolnak fel.